Sziasztok testvéreim, ma meg fogjuk csinálni a spiccelő mikrofon kihívást. De ezt nem akarom, ez nagyon rossz lesz. Most ezt nézem meg. Miért kell mindenki kritizálni, haver? Lukács Gamer írta ezt. Cigi töltő szimulátor? Lett. Mi lett? A videó. Jó lett a videó. Köszi. Jó lett! Jó fej. Miért lenni gyereket csatám? Megoldom. Akkorát fingottam, gyerekek, majdnem beszakadt a ház fala. Ez új. Hú, de nem kellemes. Tényleg egy gumiszobában él az ember amúgy. Lehet, hogy kölyök meg van balandulva. Hú, de nem kellemes. Így ez a fény ilyenkor. Pedig levettem minimumra. De így sem az igazi. Ugyanis itt vagyunk az ágyamban. Rengeteg TikTok videó alatt jelöltetek meg engem, amelyben ezt csinálják meg, de én direkt nem néztem utána, és egyetlen egy videót sem láttam, szóval egyáltalán nem tudom, hogy mégis mi ez az egész, és hogy mire vállalkoztam. Egyébként, hogyha szeretnétek a közeljövőben még ilyesfajta videókat, amelyben kipróbálunk dolgokat, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, és... Le van fáradva! Milyen lehet, amikor fel van pörögve? Csak az a baj, annyira lassan van felpörögve, hihetetlen. Ő a leglassabban gyors beszélő ember, szerintem. F-74 trendet fogunk akkor ezek szerint megcsinálni. Na de mi az? Emberek kórházba kerülnek miatta? Ott ragadhatunk! Egyre szuperebb ez az egész. Amúgy lehetséges, hogy a beteg álmaimból mostanában kéne csinálni egy külön videót, ugyanis szerintem megérni. Annyira bizarr álmaim vannak, ezt még nem... Na, végén még lehet, hogy lenne saját contented is. Nyomjad, Robi. Meséld el az álmaidat. De hagyjátok már, ilyen nincsen, és full kamu az egész. Most azért, mert random valamit a kezedre írtál, nem fogsz kómába kerülni, és nem fogsz ilyet álmodni, és nem fogsz ott ragadni. Miért ragadnál ott? De aztán ki tudja. Tudjátok, híres utolsó mondatok, de akkor is ilyen nem létezhet. Ezt meg fogom csinálni én is most. Hát ez nem lett túl szép, de... Itt van. Menjünk aludni! Szóval bizony, le is kapcsolok a softboxot, és annyira, de annyira, bizony ez a... Nem fog meghalni, ne aggódj. Óvatos vagyok. Lehetőleg nem az utolsót fogom aludni, és nem esek kómába. Vajon kómába esett, srácok? 3:10 van. Nemrég keltem fel, várjatok, bekapcsolom a softboxot, de nagyon, de nagyon rossz lesz ez most szerintem. Még friss ez az egész, ugyanis volt egy álmom. Egy órát aludt és volt egy álma, hát ezt nem hiszem el. Voltam egy olyan folyosón, mintha egy szállodában lennék szinte, és minden kajakra piros volt, a szőnyeg pedig végig fekete, és ilyen, nem is tudom, fura állaga volt, de baromira vastag volt. És éreztem a bokámon konkrétan, hogy lépkedek a szőnyeg, mivel ellepődött benne. Hát ez zseniális, várjátok. És folyamatosan, csak mentem ezen a folyosón, és egyszerűen nem volt vége. Végig mellettem szállodai szobák voltak, tisztára, mintha valami backroomsba kerültem volna. Backroomsba került! Úristen, miért nem az, vagy nem az lett a cím, Elek Robi? Hogy bekerültem a backroomsba, az milyen jó lett volna? Ugyanis konkrétan arra keltem fel, hogy zuhanok, vágjátok? Nagyon sajnálom ilyenkor, hogy ez nem volt rögzítve, de biztos vagyok benne, hogy volt már veletek is ilyen. Volt az egyik folyosónak, nem a végén, hanem a vége előtt egy kicsivel egy lift, amelybe én beszálltam. Nem emlékszem már arra sajnos, hogy a liften belül hány emeletet láttam, és mennyi gomb volt pontosan. Bruh, ez az ember buta. Nem, amúgy okos. A nézői meg Jeffrey Dahmerről álmodnak, meg a izéről, Vladimiriről. Én gyorsítottam föl, vágod? Hát alapból olyan lassan beszél, nem lehet nézni videót, figyeld. Szétnéztem. Az mondjuk eléggé fura, ugyanis ahol van lift, ott nagy eséllyel mindig van lépcső is, de hát... Hogy lehet egy videót feltölteni a semmiről? Hogy lehet valaki ennyire effortless? Na figyelj. Mennyi ideig csinálta? 15 perc? Próbáljuk ki. 15? És beszélni is fog? Oh! Hogy nézesz ki? Man, these speed copies! Mennyi idő ez? Nagyon durva fel van dagadva? What? Milyen 3 nap? Gratulálok. Nyáladzik a pofám. Próbáljuk ki mi is! Hagyjuk a végére, nem szabad a végére hagyni, mert nem, most sok időnk van. Tesószámláló. Mit csinálsz egyébként? Milyen annyira vicces, hogy mi a igazából pár? Nézem, van egy olyan oldal, Instagram, ami privát, de az a neve, hogy Kártyagram, és szokott csinálni ilyen szedepekről, hírességekről, ilyen, úgymond ilyen mémet, ilyen vicces kritikát, tudod, így kiparodizálja, úgymond. Tehát meméket. Rólam is csináltak egyet. Most ez egy kajak, szponzor. Insta mémes oldalt shoutoutol a Norman a videóba. Hát annyit fizettek ezek?
Ez hogy megy ez? Képesség, hogy legszelésével irigyét teszi az ellenfeleit, akik vagy kedvelik, vagy nem, de mindenképp ismerik. Annyi a setupom, amennyi a házad. Plusz 400 atak. Úristen! Nem tudom, hogy ez most dicséret, vagy nem tudom mi ez, de... Ez menőség, ez menőség. Ez menőség! Ott van a többinek a kártyája? Hát persze, itt van mindenkinek a kártyája, én nagyon sok ember. Külön 400-as vagy? Én hát, ja. Az mennyit, az jó? Hát az sokat sem, ez az a lényeg. Tehát ilyen, ez ilyen virtuálisan nézve. Nyilván, tehát semmi értelme. Annyi a setupja, mint a házad. Na jó van kisebb, milyen, és jó napod volt, minden rendben volt ma? Jó, kaptam fizikával egyet, és igazából big brain, motherfucker. Wow, ne! Ez egy big brain, motherfucker. Azért jöttem be, hogy lenne kedved eljönni velünk, mert lenne egy ilyen fiús kiruccanás, megnéznénk az Eiffel-tornyot, bandáznánk, nagyokat kajálnánk, belevetnénk magunkat a párizsi éjszakában, a klubokba, az éttermekbe, és kicsit bandáznánk, végre most már ekkora gyerek vagy, egy kicsit tanítanálok, kicsit beszélnénk. Megnyitja a Hustlers University-t jövő héten, visszajön Párizsból új emberként, és ő lesz a magyar Andrew Tate. 14 éves srác. Az is lehet, hogy nagyobbakat fog mondani, mint a Tate. Hát várom ehhez 14 évet, de felnőttem és végre elmehetek egy-egy fiús ki. Zé, stop it right there, azért nem, még nem nőttél fel. Igen, viszont van itt egy aprócska kis bökkenő ezzel. Gyalog megyünk. Ami Párizsban történik, az ott is már. Magyarán, ami ott történik... Akkor ez titkos. Jó. És hogy mutatja? Jó, azt nem mondom, jó, azt nem mondjuk ki. Nem mondjuk ki, jó. Figyelj csak, édes... Mi lesz ott? Kokainozni fognak? Ha megcsalja az anyját, akkor nem mondja el neki. Nem hiszem, nem tudom, mire gondoltak, ez csak ilyen menőzés volt, vagy nem tudom. De hát biztos lesz belőle videó. Teljesen új korszak kezdődik az életünkbe. Na jó, akkor... Új korszak Párizs után, mondom. Hustlers University lesz. Képzeld el, hogy elkezdődött az első komoly üzleti dolga, és hát ugye meg is kell tőle kérdezzem, mert tudod, ő milyen. Apa megcsinál mindjárt, nem kérek értesítést. Laurának akkor üzleti érzéke, majd megmondja, hogy 1 millió forintot kér a promócióért Instán, és akkor onnan indul. Nem tudom eldönteni, hogy kettőféle audience van megcélozva. A kis fiúk azok a Normant fogják fanolni, a kislányok meg a Laurát. Ezért nézik ezt ilyen sokan. Ez... Szent Habakuk! Meddig válogatják még? Úram, atyám! Nem, hozok kaját, meg! Tamásnak hívnak, nagyon tehetős szülők gyermeke vagyok. Küldtek nekem 2 rövid videóüzenetet, akkor fizetek nektek ezért 1 millió forintot. És itt megjegyezném, hogy ne nullákkal írd le az 1 milliót, mert fogják ezresnek olvasni, 10 000-esnek, 100 000-nek, de 1 millió... 14 évesek! 13-14 évesek, nem retardáltak! Stalker levelet ír a saját lányának? Jól értelmezem? Arra gondoltam, hogy kitalálok egy olyan szöveget még a végén hozzá, amikor átadtam az egész paksamétát, hogy ja, egyébként Norman, elfelejtettem mondani, hogy a, mondjuk legyen a piros boríték, hogy a piros borítékot egy limuzin sofőr hozta, úgyhogy nem tudom. Hol? Albert Irsán? Vagy hol? Megakarom, egy tanácsért jöttünk fel. Te mondtad, hogy jöjjünk felszólalni. Igen, mert éppen pont akkor léptem be a szobába, amikor ez a bizonyos levél érkezett, és ezzel kapcsolatban... Pont akkor lépett be! Milyen véletlenek vannak itt ebben a családban? Na, gyerekek, akkor nem köntörfalazok. Először is köszönöm, hogy visszakerült hozzám ez a kiló, mert hogy én vagyok a B. Tamás. Mekkora prank? Azt tudni kell rólam, hogy én szenvedélyesen rajzolok, tehát nekem vannak előre vázataim, amiket lehet, hogy meg akarok valósítani. Mint például ez. Ez egy arcsép. Ezt is én csináltam, nem nagyon szeretek rajzolni vele, ez még annyira teljesen nincs kész, még egy pár szín kéne vele. Én ezt is még gyakorlom, ez is egy arckép, ezt Echo alá is írtam. Ez is egy arckép, sőt, Yikes. Ez 2 arckép rep, tehát ugye kell mondani, hogy kikről van. Hogy lett valaki ilyen vicces? Igazából érdekes színek vannak benne, érdekes színkombinációk, ez néha kicsit túl is szaladt a fantáziám.
Vettem 70 ezer forintra az árat, írtam ki mindenhova. Nem fogom 70 ezer forintért eladni. Ez csak egy kiírás, hogy esetleg valaki ennyiért megvennéje. Abszolút senkit nem érdekelt a festmény ennyiért. Így hát az árazást levettem 50 ezer forintra, és kiírtam azt is, hogy alkuképes a termék. Ne, a festmény. Üdvözletem, még elérhető a termék. Alkuképes. Természetesen mennyi szánna rá? 30 ezer forintot az öné. És így született meg az év biznisze. Tóth Balázs végre először keresett magának pénzt. Csomagoljuk be a festményt. Mi a mai videónk tanulsága? Hogy nullából is lehet építkezni. Wow. Ezt jól vésítek az eszetekbe. Én elköszönök, feladom ezt post... Csinálok egy festményt én is. Eladható NFT-ként talán? Látok rá esélyt, vagy... Engedjem el a... zámaim. Persze, good. Mikor most ismertelek meg, de már a farkamon vagy. A farkán! Ó! Messzelem benne a dash! Igen. Nice. Tegnapi gyerekek voltunk, és játszottunk a tére. Ezt nézzük, figyelj! Krisztián! Vissza fogjátok még sírni. Készen állsz, hogy végre összeütközzünk a két leggyorsabb autóval frontálisan! Készen! 1000 km/h-val fogunk egymást ütközni! Mehet! Itt vagyok a háznál, és te hol vagy? Én is itt vagyok. És akkor miért nem vagyunk együtt, tehát benn vagyunk csopiba. Hello! Krisztián, mi történik szerinted, hogyha két leggyorsabb autó egymásnak ütközik frontálisan? Nem tudom, Máté, de most ebben a videóban ki fog derülni. Ennek a videónak olyan érzése van, mint amikor ilyen 6 évesek youtubereset játszanak. Tehát ilyen 6 éves gyerekek youtubereset játszanak, és körülbelül az a vibe. És ez 25 perc, és ezek felnőtt emberek. 17. a Trending Gamingbe, ezt pár napja töltötték fel, és 50 ezeren megnézték. Fúj, már 1000 éve nem játszottam. Fúj, én is már hónapok óta be se léptem. Csönd már! A franciska le... Ez ugyanaz a hang volt kétszer bevágva. Szia manin, ha elfogyott a manit, csak szóljád. A nételek százat majd, amit lesz majd elszórjád. De ami a lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be. Kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe. Vágod, azért lettem bannolva a Twitch-en, mert beírtam, hogy hány centiméter vagyok. Azért lettél bannolva, mert 13 éves vagy, nem azért, mert magas vagy.